is parti pergetőként kezdtem el a pergető karriert. Nagyon sok, hát 3-4-5 éven keresztül partról pergettem. Én azt vettem észre, hogy az eredményesség az partról olykor kevesebb és nagyon szezonális tud lenni. Így amellett döntöttem, hogy a kis félretett pénzemből annó először egy gumicsónakot vásároltam, amivel elkezdtük vallatni. Nekem mindig volt egy hívás, amit éreztem a nyílt víz felé. Teljesen más érzés van az emberben, amikor egy nyugodt környezetben, egy csónakban horgászhat, és hát az elmúlt egy-két év az megmutatta azt, hogy azok a csodák, amiket ez a víz rejt, az nem csak hazánkban, hanem szerintem Európában is egyedülálló. A pergetésnek a sikeressége az a kérdésnek a feltevésén múlik nagyon sokszor. Tegyük fel a kérdést magunkkal szemben, jó helyen voltunk-e, jó az a csali, amit alkalmaztunk, vagy ez a csali vezetés. Kell tudni jól olvasni azokat az elektronikus eszközöket, amiket használunk, akár az oldalra néző side imaging vagy side view szonárokat, az élőképes szonárt, hogyha van erre lehetőségünk, és nem utolsó sorban az, hogy összehangolt mozgással a motort és az élőképes szonárnak a karját is úgy tudjuk mozgatni, hogy pontosan álljunk meg az adott hal mellé, és azt precízen tudjuk meghorgászni, hiszen a lehető legjobb csalival, a lehető legjobb csali vezetéssel húzhatjuk azt az adott akár gumihalat, akár wobblert, ha nincs ott a hal. A halnál, hogyha már látjuk, hogy az ott van, ott helyezkedik el, vagy legalább sejtjük, akkor már tudunk tovább gondolni, hogy mi az, amire esetlegesen egy ingert kiválthatunk belőle. Ugye ezekben a kérdésekben, mint élőképes szonár, addig van, ez is egy olyan kérdés, hogy addig egy ilyen tév képzet van az emberben, amíg nem ismeri meg test közelben. Nagyon sokszor jön ez elő, hogy egy élőképes szonárral könnyű halat fogni. Ma azért láttuk, hogy ez nem mindig van így, nem minden helyzetben. Itt azért ki volt rakva egy nagyjából 10-15 féle színezetben, mozgásban és súlyozásban is differens csali, és lehetett látni, hogy rengeteget kellett váltogatnom ahhoz, hogy megtaláljuk azt a csalit, ami éppen a mai helyzetben működött. És beszéltünk arról is, hogy 90-95%-ban az a csali, amivel ma halat fogtam, egyébként az nem működik itt, de ez most pont egy ilyen nap volt. Azt gondolom, hogy a sikerességhez a felszerelésnek a megfelelő kiválasztása is hozzátartozik. Nekem ez egy tanulási folyamat volt. Ugye a parti pergető, pergetőhorgászok, illetőleg a nád melletti pergető kisebb halakhoz, ezáltal finomabb szerelékekhez, finomabb botokhoz, vékonyabb zsinórokhoz vannak szokva. Itt azért lehetett látni a mai horgászat alkalmával is, hogy két jeladó és két kötél is alattunk van, hogy stabilan álljon a csónak. Na most itt, ekkor nem hagyhatom azt, hogy a hal arra menjen, amerre ő szeretne, mert halvesztés lesz, a hal szájában marad a leszakadt zsinórral együtt a csali, amit nem szeretnénk. Ezért kívülről nézve talán egy kicsit erősebbnek tűnik a fárasztás, ezáltal erősebb, tehát dobósúlytartományban vastagabb, úgymond keményebb botokat használunk csak gyors akcióval, hiszen a süllőnek, főleg ezeknek az öreg süllőknek a rendkívül csontos szájába, akár sokszor a rejtett horgot is egy megfelelő bevágással úgy be kell ültetni, hogy az a fárasztás minden három fázisa, mind a három szakasza alapján egészen a merítőszákig biztosan tartson, és itt bizony kell a jó erős csemúráskadrót, kell a megfelelő forog, kell a jó fluorkarbon előke, kell a jó, jól beállított fék az orson, és ez bizony szigorú lesz, és ehhez viszont meg kell a megfelelő átmérőjű fonott zsinór is. Az a fajta várakozás az minden pergető horgásznak, a szívének a legmélyebb pontján ott van, amikor egy ilyen 7-8 kilós süllő egy hatalmasat oda bombáz a csalira, és akkor meg lehet kezdeni a fárasztást. Nagyjából 100-200 darab ilyen hatalmas süllő van most már a kezemben, mellettem körülbelül ugyanennyit vendégek sikerült, hogy fogtak, és ahogyan kivettem ugye a fotózást követően látszott az, hogy az adrenalin bizony dolgozik, tehát ezek biológiai folyamatok az ember szervezetében, és aki horgász, a szíve mélyen horgász, az meglát egy ilyen halat, hát én azt mondom, hogy annó a vezéreink ezt a fehér csodaszarvast üldözték, hogy megtalálják hazánkat, mi pergető horgászok ezeket a csodás fehér hasú gyönyörű nagy süllőket keressük ahhoz, hogy a vágyainkat és az álmainkat teljesítsék.